most nézem őket, és elkeseredek. Diákok, pedagógusok álltak körbe pénteken délelőtt a Zsuzsanna forrás szobránál. Kezükben papírok, virágok, ők azok a hunyadis tanulók, akik az első világháborúban elhunyt tizenévesekre emlékeztek halottak napja alkalmából. Nagyon fontos a hunyadi számára nem csak a haladás, hanem a hagyomány őrzése, megőrzése, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekeket erre tanítsuk, neveljük, és ez a megemlékezés közelebb hozza a diákokhoz a hagyomány tiszteletét, hiszen hunyadis diákokról van szó, róluk emlékezünk meg. A hunyadi iskolából minden évben más osztály vállalja, hogy felkészül, megemlékezik a több mint 100 évvel ezelőtt történtekről. Most a 9. B osztályos gazdálkodás menedzsment szakos tanulók érkeztek a szoborhoz. Azt gondolom, hogy példák lehetnek a mostani diákok szemére, és nagyon örülök, hogy a diákjaim ilyen lelkesen vettek részt ennek a megemlékezésnek a megszervezésében. Reggel még kint voltunk itt takarítani, úgyhogy nagyon hálás a szívem, hogy ezeknek a diákoknak is ugyanolyan fontos volt ez az esemény. A vers részletek elhangzását követően hármasával sorolták fel a világháborúban elhunyt 49 fiatal nevét. A diákok a nevek elhangzása után helyezték el sorban a megemlékezés virágait. A tanárnő nagyon sokat segített nekünk, kigyűjtette, hogy mit kell tudnunk erről az eseményről. Nagyon szívszorító, hogy mi történt régen, és fura belegondolni abba, hogy mi is diákok vagyunk, és hogy mi még tanulhatunk, de nekik nem ez volt a feladatuk régen. A hagyományőrző halottak napi megemlékezés a hősök előtti tisztelgés mécsesek gyújtásával ért véget.